nézett ki vándorol a sok gond és gyász alatt, hogy szent hazám és hős nevem szeplőtje megmarad. Most mind a kettő orvosra lát, míg itt teplenkedem. Hazám borítja szent fedét, elvészne. Balogh Imre! Most engedjék meg, tisztelt zsűri, egyetlen egy mondatot hadd mondjak el, mielőtt megszólalnak. Nem vagyok egy szőrös fajta, de az a kicsi mind az égnek állt. Köszönöm. Ez már csak jó. Hát ez egy hatalmas hang. És akarva, akaratlanul is az ember, amikor ezt a darabot hallgatja, összehasonlítást keres egy Simándi előadásmód, vagy pedig egy Kisbé Attila előadásmód megközelítésében. Én amit tudok az, hogy klasszikus zenét negatívra nagyon nehéz énekelni, mert nehéz eltalálni a pillanatot. Ugye nincs egy ritmus lüktetés, amire az ember tudjon számítani, csak a megérzés. Kettő kicsi ilyen megérzést leszámítva, az időzítés végig jó volt, tehát éreztem azt, hogy nagyon sokat gyakorolt erre. Elnézést, ezt tévedés, mert most kaptam az alapot. Tehát magára a darabra. A darabot azt nagyon szeretem, azt hiszem, hogy klasszikusként, vagy klasszikusból ez volt az első, amit megtanultam. Amúgy egy igényes szám, és visszatérve a Simándi vagy a Kisbé Attila előadásmódra, amit javasolnék, hogy ne legyen mindig fortissimo. Tehát vannak benne olyan részek, ahol egy kicsit finomabban lehet neki menni, ahol kezdődik ugye az átvezető után az, hogy hazám, hazám, te mindenem. Jó? De amúgy szuper. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Nekem egy kérdésem van, és pedig az, hogy Imre mivel foglalkozik? Ez jó kérdés. Szerintem bármivel, nem kell elmondani, bármivel, így is pályát tévesztett. Igazam van? Igen, azt akartam mondani, hogy pontosan nem zenével foglalkozom egyáltalán.
Nekem azt tetszik, hogy ezzel a darabbal és egyáltalán a fellépéssel nem Hollywood a cél. Nem azt akarod, vagy letegeztem, nem ezt akarja meghódítani, hanem valamiféle Erdély hangját hallottunk. Köszönöm. És akkor én azzal zárnám a zsűri véleményét, ugye Gyuszi az elején szőrökről beszélt, én sokkal szőrösebb típus vagyok, nem itt, hanem itt a karomon, és hát bizony minden sündisznó úgy állt. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Balogh Imre, hölgyek és urak!